Éppen asszony, elnökség, professzor kollégák, munkatársai, végzős hallgatók, vendégek. A rövid köszöntőben négy dologra foglalkozom. Az első, talán végzős hallgatók emlékeznek arra, amikor beléptek az egyetemre. Mi azt mondtuk, hogy nem csak diplomát szeretnénk átadni önnek néhány évünkbe, hanem egy olyan szakmai tartalmat, amivel szakmai karriert tudnak felépíteni. Ez a dolog bekövetkezett. Önök kérdései során nem csak az államilag előírt tanulmányaikat vagy tudást szerezhették meg, hanem olyan speciális ismereteket is szertettek, mint például a projekttapasztalat, referencia, csapatmunkával részvétel, angol nyelvtudás, amit a gazdaság elvár a végzősöktől. Tisztelt rektor úr, dékán asszony, dékán urak, professzorok, szülők, kedves vendégek, nem utolsó sorban végzős hallgatók. Három élményemet szeretném megosztani veletek. A napokban történt, hogy részt vettem egy vállalatvezetők számára szervezett konferenciát, és ott hallgattunk egy általános iskola igazgatót, hogyan építi a saját iskoláját, és mi szerint tanulnak az ő iskolájában. És azzal a mondattal kezdte a beszédét, hogy mi, mint iskola, két dolgot tudunk adni gyermekeinknek örökül, gyökereket és szárnyakat. És akkor első körben szeretnék az iskolához és a szülőkhöz fordulni, hiszen ezeket a gyökereket és a szárnyakat az iskolától és a szülőktől kaptátok, illetve kapjátok meg. Tisztelt rektor úr, elnökség, kedves nézők, hallgatók, tisztelt ünneplő közönség! Örömmel köszöntöm Önöket a Műszaki Informatikai Kar diplomátadó rendezvényén. Egy diplomátadó mindig ünnep. Ünnep a végzett hallgatóknak, hiszen jó néhány év megfeszített munkájának eredménye a diplomát vételével teljesedik ki. Ünnep a végző diákok hozzátartozóinak, akik támogatták őket ebben a munkában. Ünnep karunknak is, hiszen átadhatjuk diákjainknak azt az értékes diplomát, amely egyúttal egy sikeres pályafelépője. Nemrégiben, ahogy rektor úr említette, megjelent egy felmérés, amely kimutatta, hogy a Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Karán végzett informatikusoknak van a legmagasabb kezdő átlagfizetése az összes hazai intézmény összes képzésű végző közül. Hogy hogyan tudjuk elérni ezt a kiváló eredményt? Azzal, hogy sokkal több forrás és figyelmet fordítunk hallgatóinkra, mint bármelyik más felsőoktatási intézmény. Akkor kezdjük! Én! Mint a Pannon Egyetem végzett hallgatója. Ünnepélyesen fogadom, hogy szakmai tevékenységem során a tudományosság és etika írott és iratlan szabályait betartom. Minden erőmmel arra törekszem, hogy az egyetemen szerzett tudásomat folyamatosan fejlesszem. És azt a tőlem telhető legnagyobb igyekezettel, az egyetemes kultúra szolgálatába állítsam. Egyetemünk szellemihez és hagyományaihoz hű maradok. Munkámmal jó hírnevének öregítéséhez hozzájárulok. Köszönöm szívességnek helyet foglalni.